November 1-től átalakul az ügyeleti rendszer Magyarországon, így Nagykanizsán is. Miben fogja ez leginkább befolyásolni az önök munkáját? Hát igen, 2023 az átalakulás éve, ennek része ugye az egységes alapellátási ügyeleti rendszer kialakítása, amely már nem önkormányzati, így nem az intézmény feladataként jelentkezik, hanem az országos mentőszolgálat irányításával fog megvalósulni. Ez 2023. februárjában indult, és a vármegyék folyamatosan hónapról hónapra beléptek az új rendszerbe. November 1-én fog indulni itt Zala vármegyébe, illetve Somogy vármegyébe, így ugye Nagykanizsán is. Ami az ügyelet helyszínen már nem fog változni, az továbbra is a mentőállomás mellett a Bagoly soron lesz elérhető, ami viszont változni fog, egyrészt az ellátási terület. Jelenleg ugye csak ott működik a város környéki ügyelet, illetve Nagykanizsa is 5 település ellátását végezzük. Ez a november 1-től a nagykanizsai járás, illetve a letenyei járás valamennyi településére és lakosára ki fog terjedni. Ezzel a vármegyében 4 helyen lesz ügyeleti ellátás, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Keszthelyen és Lentivel. Úgyhogy akik eddig az alakorosi ügyelethez, illetve a lenti ügyelethez tartoztak, azokat a továbbiakban a nagykanizsai ügyeleten fogják ellátni. Ami még változik, az az ügyelet elérhetősége. Ugye a 1830-as egységes hívószámon lesz elérhető az ügyelet, ez az Zala vármegyei mentőszolgálat irányítási központjába fog csörögni. Ott veszik föl, és a beteg kikérdezése után ellátják tanácsokkal, az ügyeletre irányítják, kiküldik az ügyeletes autót, vagy szükség esetén a mentőegységet. Ez vonatkozik mind a felnőtt, mind a gyermekorvosi ügyeletre, tehát mindenkire egységesen ez a 1830-as irányítószám, hívószám vonatkozik. És ami még változik, az a gyerekorvosi ügyelet. Az nem lesz 24 órában biztosított, Zala vármegyében csak 2 helyen lesz gyerekorvos ügyelet, Zalaegerszegen és Nagykanizsán, és 4 órától 22 óráig, hétköznap, illetve hétvégén is ünnepnap 8 órától 2 óráig. Ezután a gyerekeket a gyerekosztályra lehet majd vinni. Ugye maga az ügyeleti ellátás 2 részre fog tagozódni, egyrészt egy házi orvosi ügyeletre, amely 4 órától 22 óráig, illetve hétvégén 8 órától 2 óráig fog tartani, amikor a házi orvosok kötelező részvételével fog zajlani, illetve azt követően 22 órától reggelig, illetve 4 órától reggel 8 óráig, amely már házi orvosok, illetve mentőtisztek közreműködésével fog zajlani.